Sziasztok, ez itt a Hitchcock Challenge. Megnézzük a mester összes filmjét. Ma pedig megtudjuk, mi az az autógíró. Autógíró. Mert megnézzük a 39 lépcsőfokot. Színházba érkezik Richard. Az a műsor, hogy bárki bármit kérdezhet, Mr. Memory tudja rá a választ. Am I right, sir? Kitör a bunyó, valaki lő, Richard menekül, és hozzácsapódik egy csaj. Szobára mennek, a nő hülyíti, hogy követik, meg van egy titok, és a főgonosznak hiányzik egy ujja. De aztán este kinyírják. A kezében meg egy térkép egy skót várossal, úgyhogy Richard vonatra száll. Az újság megírja, hogy ő a gyilkos, és már a zsaruk is üldözik. Úgyhogy benyomul egy szőke nőhöz, lesmárolja, de a csaj nem indul be tőle, inkább feldobja. This is the man you want, I think. És indul az akció. Richard egérutat nyer, egy kisgazda befogadja éjszakára, de a kisgazda feleségével egymásra kattannak, amire a kisgazda hívja a zsarukat, így Richard innen is menekül. Jönnek a híresen gyönyörű tájképek és az autógíró. Autógíró. Végül megérkezik a skót városba, egyenesen egy szülinapi buliba. Elmeséli a kémes sztorit a házigazdának, akinek hiányzik az ujja. Richard meghal. De itt jön a csavar. A kisgazda keresi a Bibliát, ami a kabátja zsebében volt, és amit Richardnak adott az a bitangasszony. Richard is pont ezt meséli a sheriffnek, aki ezt hullaként elszökött, de az nem veszi be a kémes sztorit. Inkább bilincset rakott rá. James Bond persze innen is kivágja magát. Már nem csak a rendőrök, hanem a kémek is üldözik, mire talál egy műfházat. Gondolja, jól elvegyül, de felküldik a színpadra, mert azt hiszik, hogy ő a pártelnök Londonból. Sőt, beszédet kell mondania, továbbra is bilincsel a kezén, amikor is megjelenik a szőke nő a vonatról. Hiába arat elsöprő sikert a beszéde, a tömeg egyenesen a rendőrök karjaiba sodorja, akik a nővel együtt elviszik kihallgatni. A kocsi útját juhokálják el, a zsaruk kiszállnak rendet tenni, de előtte összebilincselik őket. Richardnak se kell több, magával rántja a csajt és lerázza a két kéket. Így van idejük kicsit ismerkedni, a lányt Pamelának hívják. Betérnek egy fogadóba, és hát az a harisnya vizes. Aztán Pamela megszabadul a bilincstől és elszökik. Elszök ne! De a recepción meglátja a két zsarút, akik furákat beszélnek. Nem is olyan rossz pasi ez a Richard. A kémek után mennek Londonba, kezdődik a műsor. Régi barátunk Mr. Memory lép fel. Richard kiszúrja a levágott ujjú főgonoszt, ahogy Mr. Memory-val sameszkodnak. Megvilágosodik. What are the 39 steps? It's an organization of spies. Mr. Memory még elmondja a teljes titkot, és abban a pillanatban, ahogy kipurcan, Richard és Pamela végre járni kezdenek. Idáig ez a kedvenc Hitchcock filmem, és az Abhegyezőben Holden húgának is, sőt Orson Wellesnek is az a kedvence, ő még rádiójátékot is forgatott belőle, és abban is volt autógíró! Az autógíró nagyot ment a 30-as években, szerepelt az Ez történt egy éjszakában, a Mégis szép az élet a bilincsel is, és átvette a 39 lépcsőfokból, a kedvenc szőkém pedig a főszereplőnőt is, és az egész sztorit. Aztán készült egy remake, ami snittenként másolja K.B. Hitchcockot, de annyira fulgagyi. Mentség, a rendező is ugyanezt gondolja, sőt engedélyt kért Hitchcocktól, hogy hadd csinálja. Hitchcock előre megmondta, hogy úgyis rosszabb lesz, mint az övé. 78-ban újabb verzió készült el azzal a Big Ben-es klimaxszal, amin eredetileg Hitchék is gondolkodtak. Az összebilincselést viszont kiserélték nyálas szerelemre, az autógírót pedig repülőre. Robert Powell annyira jó volt, hogy még egy sorozatot is kapott a karakter. És még mindig van, 2008-ban újabb remake. A nő már nem bilincsben cibálódik, hanem az egyenjogúságért küzdő szűfrazse, akit a végén kilő egy tenger alatt járó.
itt is van repülős üldözés, csak ez már nem a 39 lépcsőfokra utal, hanem az Észak-Északnyugatra, amit egyesek ugyanúgy remake-nek tartanak, majd maga Hitchcock forgatott. Egyébként a James Bond filmeknek ez a sablonja, úgyhogy ennek a jelenetnek az öreg apja, ha úgy tetszik, akkor az autógíró. A 39 lépcsőfok tehát egy meghatározó film, de ennek is szánták. Be akartak törni az amerikai piacra, tolták bele a pénzt, két sztárt szerződtettek le. Az első közös napjuk rögtön a megbilincseléssel kezdődött, és Hitchcock eljátszotta, hogy elveszett a kulcs. Hogy ezután mi történt, arra mindenki máshogy emlékszik, nekem a kedvenc verzióm az az, hogy este elkezdett mindenki pakolni, a stáb hazament, és akkor meglett a kulcs, de addigra a két főszereplő már összekémiázódott. Hitchcocknak nagyon imponált, hogy emiatt az összebilincselés miatt kapta az első fenyegető levelét. De ez az első nap annyira izgi volt, volt 60 bárány a stúdióban, akik fölzabálták az egész díszletet, ezért fölküldték őket a stúdió tetőre legelni 4 hód felföldi marhával. Apropós kód felföld. Nem csak ezt az üldözést forgatták itt, hanem a hegylakót, a gyaloggalopot, meg a Harry Pottert is. Terveztek ide egy nagy jelenetet, ahol a hegygyomrában van egy hangár tele repülővel, szóval úgy döntöttek, hogy elég, hogyha ezt csak szóban mondják el, nem kell látnunk, pedig ez a MacGuffin, a film tétje. A kémek egy titkos repülőgép motor tervrajzot akarnak megszerezni, de ez kb. Annyira hangsúlyos a filmben, mint az, hogy mi az a 39 lépcsőfok, amiről alig van szó, vagy ha van, akkor is így. Have you ever heard of the 39 steps? No, what's that, a pub? De ha már MacGuffin. Szerintem az egész film egy MacGuffin. Hiába írják le az újságok a történetet részletesen, meg megírják, hogy hiteltelen az egész, valóban. De a végére ők is kihozzák, hogy ettől még egyszerűen jó nézni. If you want to analyze everything in terms of plausibility, then you end up doing a documentary. A critic who talks to me about plausibility is a dull fellow. A mester is tudta, hogy ha nincs felesleges időhúzás, akkor együtt megyünk a filmmel és túllendülünk a logikátlanságokon. Az ember vonatra száll, kémeket lerázta, a hullát meg felfedezi a takarítónő. Tudom, hogy nagyon provinciális vagyok, de én nem tudok betelni azzal, hogy a fülkéből ez az ajtó közvetlenül a peronra nyílik. A film PC-s játékverziójában is ugyanígy van. Úgyhogy aki megmondja, hogy hol tudok ma ilyen vonattal utazni, az kap egy csokit. Vagy aki elintéz nekem egy autógírós repülést. Készült storyboard, azaz pár sajátos világú látványterv, és a beállítások elég jól követik a rajzokat. Ez a kis gazdaháza. Mikor itt forgattak, a csaj és Robert Donát állandóan elröhögték a felvétel, úgyhogy Hitchcock szabad kézzel bezúzott egy lámpát. Hús lett, és végre lehetett haladni. Aztán van egy poén, amit most már kifigyeltem, nagyon szeret a mester. Richardot, amikor fölkonferálja a csávó, hiába szólnak be neki, hogy hangosabban, ugyanolyan érthetetlenül folytatja. Ezt a jelenetet eljátszotta már a csalásban is. Imádja ezeket a hangulatokat, amikor van gyerekbőgés, beszólogatás, és Richard előadása is annyira tökéletesen semmit mondó, de lelkesítő politikus beszél, hogy én itt érzek némi áthallást. Az éjjelzés végén annyira gyönyörű ez az átkötés, már érkezhetünk a következő jelenetbe, ahova nem is kell se statiszta, se helyszín, és így nem is kell sokszor fölvenni. Mint például ezt a snittet, aminek konkrétan 15-ször futottak neki, vagy a fogadósné játszotta túl a szerepét, vagy túl hamar kilátszódott a bilincs, vagy csak zavaró volt a rakás filmturista a díszletben, amikor a főszereplőnő vetkőzik. Úgyhogy Hitchcock egy függönyt húzatott a set köré, hogy akinek nincs dolga, az húzzon el. A film befejező snitje is bátor a háttérben életlenül táncoló lányokkal, de lett volna még egy ráadás jelenet, egy taxiban, ahol Richard elmeséli, hogy a skót jog alapján igazából ők már férj és feleség. Ezt leforgatták, de kihagyták a filmből, úgy, ahogy a John Buchan féle eredeti regényből is majdnem mindent kihagytak. Brutális reklámkampány volt, volt olyan vetítés, ahol ki kellett hívni a rendőrséget, mert Chaplin cirkusza óta nem volt akkora tömeg. Ritka jó együttállás volt ez a mozi, és Hitch is bezsebelt egy újabb brit filmmedált. Itt a Hitchcock, hol a Hitchcock? Itt sétál a busz előtt, és szemetel. A 39 lépcsőfok közkincs, úgyhogy megnézhető a YouTube-on, és most jöjjön a kedvenc snittem, ami természetesen az autógíró. De van egy másik is, ami nem ez a zseniális snitt, ami igazából kettő, hanem a Ford Bridge, amit fél percig mutat a mester, miközben csak hangban halljuk, hogy Richard éppen merre menekül. Egyébként ez egy brutálisan nagy híd.
Lájkoljatok, iratkozzatok föl, vagy nézzetek további videókat a csatornáról. A következő film a Titkos ügynök lesz, amiben Madeline Carroll újra főszereplő és visszatér Peter Lorre.